Hello, szia, szevasztok! Eszti vagyok, és ma bögrés sütit fogok készíteni, három különböző ízben. Gyertek, megmutatom, hogy csinálom. Mivel ezeket a sütiket stresszes, depis és vagy rohanós napokra dolgoztam ki, így módon a recept baromira egyszerűen elkészíthető. Nincsen másra szükségünk, mint egy bögrére, néhány hozzávalóra és egy evőkonára, ami mellesleg a mércénk lesz. Mint ahogy azt most látjátok, én a lisztet az evőkonállal mértem ki, enyhén pupozott a mértékegységünk igazából. Mivel nem 100%-osan pontos gramra van kimérve a recept, így minden egyes sütink egy nagyon picit más lesz. Ezen kívül, mivel a sütiket a mikróban fogjuk elkészíteni, nagyon-nagyon fontos megjegyezni, ne felejtsétek el, hogy minden egyes mikró, mint ugyebár minden egyes sütő, teljesen más és más. Nekem 700 wattos mikróm van, amit a legmagasabb fokozaton fogok használni. Mind a három sütik 2,5 perc alatt készül el benne. Természetesen nektek másfajta bögrétek és másfajta a mikrótok van, így az elkészítési idő egy picit változhat. Javaslom, kísérletezzetek nyugodtan, mint ugye persze mindig szoktam javasolni. Előfordulhat, hogy az első egy-két alkalommal nem úgy fog sikerülni a süti, mint ahogy az enyém. Egyébként, hát főleg a csoki is az, ami komoly fejfájást okozott nekem, íme néhány nem túl jó sikerült verzió. De, mint mindig, a recept most is itt a leírásban és a Discordunkon is megtalálható, természetesen, hogyha szeretnétek kipróbálni. Hogyha esetleg nem nő meg olyan szép nagyra a süti, mint ahogy az enyém, az íze attól függetlenül nagyon-nagyon finom lesz, úgyhogy ne dobjátok ki, mindenféleképp kóstoljátok meg, és hogyha ízlik, nyugodtan fogyasszátok el. Ezen kívül apró trükk, hogy nem kell hozzá olvasztanunk semmit, nincsen szükségünk se tojásra, se semmire. És hogyha esetlegesen tejcukorérzékenyek vagytok, mint ahogy mi is, akkor nyugodtan használhattok növényi tejet. Én például szóját használok. Vagy hogyha netalántán vegánok vagytok, mind a három süti recept, természetesen, hogyha a végén nem tejszínnel díszítetek, 100%-osan vegán. Egyébként, ahogy láttátok, én nem tettem más, mint hogy kimértem a száraz hozzávalókat, amit jó alaposan elkevertem. Fontos megjegyezni, hogy én önkelesztős lisztet használok, hogyha nektek sima lisztetek van otthon, ne aggódjatok, nyugodtan használhatjátok azt is, viszont akkor a recepthez tegyetek körülbelül egy negyed teáskanálnyi sütőport is. Miután jól elkevertem a száraz hozzávalókat, kimértem a nedves hozzávalókat is, ismételten jól elkevertem, és hogyha szeretnétek, hogy legyen olvad csoki a csoki sütitek közepébe, akkor ugyanúgy, mint én, nyomkodjatok bele néhány darab csokit, majd pedig mehet a mikróba. És íme az én kis mikróm, ami, mint említettem, 700 wattos. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyszerre egy sütit készítsünk el, tegyük a forgótárcánk közepébe, majd pedig én a legmagasabb fokozaton, mint említettem, 2,5 percig fogom mikrózni. Megpróbáltam lefilmezni, ahogy szépen lassan megnől a süti, de hát sajnos a kamerám nem igazán akart úgy fókuszálni, ahogy én szerettem volna. Ti, hogyha ráértek, nyugodtan kukoljatok be a mikrótokba, és nézzétek a csodát. Most már csak pár másodperc, és készen van az első sütim, ami egyébként a legmagasabbra nő meg, a három közül érdekes módon, pedig ez a legnehezebb keverék. Legyetek nagyon-nagyon óvatosak, srácok, mert hogy a bögre baromira forró, úgyhogy mindenféleképpen a fülét fogjátok meg. Amíg hűl a csokis, addig készítsük el a második verziót. Ehhez ugyanúgy kikanalazom a lisztet, majd pedig némi cukrot. Mivel ez egy vaníliás, eperlekváros verzió lesz, így lényegesen kevesebb cukorra van szükségünk. Természetesen azt, hogy ti mennyi cukrot raktok bele, teljesen rátok bízom, ugye mindenki máshogy szereti. Én személy szerint a kevésbé édes sütiket preferálom, de persze van, aki a szuper édeset szereti. Ugyanúgy kimértem a száraz hozzávalókat, amiket jól elkevertem, most jöhet hozzá egy pici vanília, majd természetesen a tej, és egy kicsi olaj is. Jó alaposan elkeverem a keverékemet, majd pedig jöhet bele az eperlekvár. Az eperlekvárt nem fogom 100%-osan elkeverni, ugyanis szerintem tök jól néz ki, hogyha egy picit márványos lesz a süti. Érdekes módon ezzel a sütivel elég sokat kellett szenvednem, ugyanis, hogyha 4 kanál lisztet használtam, és ahhoz mértem ki az összes többi hozzávalót, mindig kifutott a bögréből. Úgyhogy ez egy picit kisebb, mint az összes többi, de higgyétek el, kicsi a bors, de erős alapon, kicsi ez a süti, de nagyon-nagyon finom, úgyhogy javaslom, próbáljátok ki ezt is. 2,5 perc mikrózás után íme a kis süti. Ugye, mint említettem, ez lényegesen kisebb, mint a csokis, de higgyétek el, eszméletlenül finom. Most jöhet a harmadik verzió, amíg az előző kettő hűl, ami nem más, mint a citromos. Ehhez ugyanúgy kimérem a száraz hozzávalókat, amit szintén jó alaposan elkeverek. Én egyébként fontos megjegyezni, hogy jócskán citromosan szeretem, úgyhogy előfordulhat, hogy nektek az a cukormennyiség, amit a receptben írtam, nem lesz elegendő. De egyébként magát a sütit az én házi készítésű eperlekvárommal fogom szervírozni, ami enyhén édes. Javaslom, próbáljátok ki az alapreceptet, kóstoljátok meg, és hogyha nem elég édes, a következőhöz tegyetek extra cukrot nyugodtan.
A száraz hozzávalókhoz én most reszeltem egy pici citromhéjat is, amitől nagyon-nagyon finom citromos aromája lesz a sütinek. Jó alaposan elkeverem, természetesen, majd pedig jöhetnek a nedves hozzávalók. Mivel jócskán citromosra szeretném, így 3 kanálnyi tejet 3 kanálnyi citromlére fogok cserélni. Természetesen ugyanúgy szükségünk van egy pici olajra, hogy ne száradjon ki a süti, majd pedig jöhet még némi extra tej. Itt nyugodtan használhattok tehéntejet, nem lesz semmi baj a sütinek, de én rendületlenül szójatejjel fogom elkészíteni. Jó alaposan elkeverem, majd pedig szintén mehet majd a mikróban. Egyébként, hogyha szeretnétek minket élőben főzni látni, minden héten szombaton 1 órától főzősót tartunk a Twitch-en, aminek a linkje szintén a leírásban van. És hogyha szeretnétek kipróbálni az én házi lekvár receptemet, amihez egyébként csak 3 hozzávalóra van szükségetek, szintén a recepthez a linket megtaláljátok a leírásban. Amíg elkészül a citromos süti, és várom, amíg egy picit hűl, addig felverek némi tejszínhabot. Egész pontosan 2 decilitelnyit, amihez tettem egy pici vanília kivonatot és egy evőkanálnyi porcukrot. Íme a vaníliás sütim, most még nagyon-nagyon forró, úgyhogy a díszítést a csokissal fogom kezdeni. Természetesen nem muszáj díszítenetek a sütit, már most rögtön neki is eshettek, de úgy voltam vele, hogy miért ne egy pici extra, sosem árt. A csokisat jó alaposan megpakolom némi tejszínhabbal, majd pedig csoki darabkákkal. Tejszínhabot fogok tenni a vaníliásra is, majd pedig egy pici eperlekvárt és friss epret. A citromosra pedig az előbb említett eperlekvárt fogom tenni, majd pedig némi friss áfonyát, ugyanis szerintem az áfonya és a citrom eszméletlen jó páros. És íme a 3 kész gyönyörű szép sütim. Szerintem eszméletlen jól néznek ki, és higgyétek el, nagyon-nagyon finomak is. Remélem kipróbáljátok, srácok, ezeket a recepteket, írjátok meg, hogy hogy sikerült, jó étvágyat kívánok hozzá, és várlak benneteket vissza a következő recept videóban is. Addig is sziasztok!